Egész nyáron szorgalmasan dolgozott a hangya családjával együtt, hogy a téli élelmet összegyűjtse. Üdvözlök mindenkit ismét az Enside csatornáján. Ebben a videóban egy nagyon fontos témáról fogunk beszélni, mégpedig a teleltetésről. Először is fontos tisztáznunk, hogy a hangyafajokat három fő csoportra oszthatjuk teleltetés szempontjából. Az első csoportba tartoznak a mérsékeltövi hangyafajok, a második csoportba a mediterrán hangyafajok, a harmadik csoportba pedig a trópusi hangyafajok. E három csoportnak eltérő telelési igénye van, melyet nekünk hangya tulajdonosoknak a lakáson belül is biztosítanunk kell kolóniáink számára. A mérsékeltövi hangyafajokat általában novembertől márciusig teleltetjük 5-8 Celsius fokon. A mediterrán fajokat októbertől februárig 15-18 Celsius fokon, a trópusi fajokat nem kell teleltetni, de időnként fűteni ajánlott őket. Otthoni tartás esetén is biztosítanunk kell a téli pihenőidőszakot. Nem csaphatjuk be őket mesterséges világítással, fűtéssel, vagy bármilyen más módon, hiszen ez nem külső tényezőktől függ, hanem a belső órájuk igényli a telelési ciklus. Mivel a dolgozók folyamatosan cserélődnek a kolóniában, és a boly addig működik fenntarthatóan, ameddig a királynő képes megfelelően reprodukálni a dolgozókat, így nem árulok el nagy titkot azzal, hogy bizony a királynő miatt fontos a teleltetés. Ha a királynő nem tud pihenni megfelelően, akkor előfordulhat, hogy rendszertelenül fog petézni, esetleg teljesen leáll a petézéssel. A telelés elmaradása rövidíti a királynő élettartamát, így a boly élettartamát is, és drasztikus esetben akár a korai halálához is vezethet, ha nem tud megfelelően pihenni. Nézzük meg először a mérsékeltövön élő hangyafajokat. Ezeken a területeken a hangyafajok úgy alkalmazkodtak a hideg télhez, hogy amint az időjárás elkezd hidegre fordulni, lehúzódnak járataikba, anyagcseréjük lelassul, és egészen tavaszig téli álmot alszanak. Egyes hangyafajok ősszel le is zárják a bolyuk bejáratát, tavasszal pedig újra megnyitják. Akkor látjuk hangyáinkon, hogy készen állnak a telelésre, ha már nincsenek petéik és bábjaik, csak a köztes, lárva állapot van jelen a bolyban. A legtöbb hangyafajnál ezek úgynevezett telelőlárvák, amelyek a téli időszakban passzívak maradnak, és majd csak hónapokkal később, a teleltetés után tavasszal fejlődnek tovább bábbá. Kivételt képeznek ez alól például a formika fajok, akik termofilek, fejlődésük nagyban függ a hőmérséklettől, így az ősz közelettével már egyáltalán nem raknak petét. Náluk a téli időszakban egyáltalán nincsen fiasítás. Vannak olyan királynők, amelyek őszi rajzásúak, például a Lasius bombicina, a Lasius flavus vagy a Solenopsis fugax. Ők vagy egyáltalán nem raknak petét a téli időszak előtt, vagy raknak és utódaik telelő lárvaként vészelik át a hűvös időket. Ezeknél a fajoknál csak a következő évben jelennek meg az első dolgozók. A teleltetés elkezdésénél nagyon fontos a fokozatosság. A hangyák apró rovarok, ezért védtelenek a hirtelen és erőteljes lehűléssel szemben. Nekik is van immunrendszerük, amely a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt meggyengülhet, és különböző betegségeket kaphatnak el, amelyektől elpusztulhatnak. Általában a kisebb hangyafajok érzékenyebbek a hidegre, míg a nagyobb méretű hangyafajok szívósabbak, ellenállóbbak. Közvetlenül a teleltetés előtt etessük meg a bolyokat alaposan, és rakjuk őket tiszta kémcsőbe, vagy takarítsuk ki a formikáriumot. Ha már jól belaktak, akkor az ételmaradványokat távolítsuk el, így készen állnak a lehűtésre. A mérsékeltövön élő hangyafajokat, így a hazaiakat is novembertől kell teleltetni. Ha korábban fűtés alatt voltak például fűtőlappal, lámpával vagy fűtőszállal, akkor a pihenő időszak előtt pár héttel kapcsoljuk ki a fűtést, hogy megszokhassák a hangyák a szobahőmérsékletet. Ezután fokozatosan hűtsük le őket szobahőmérsékletről, nagyjából 10 Celsius fokig. Erre többféle módszer is létezik. Az első módszer, hogy betesszük őket a legmelegebb fokozatra állított hűtőbe, majd fokozatosan vesszük le a hőmérsékletét.
Második módszer, hogy egy jól kibélelt, leszigetelt dobozt rakunk a hűtőbe, ami lassan és fokozatosan fogja lehűteni a benne lévő hangyákat. Harmadik módszer pedig, hogy a természetre bízzuk a lehűtést. Ha megtehetjük, akkor egy melegebb napon, amikor napközben 20 Celsius fok körüli hőmérséklet van, de este 10 fokra hűl le a levegő, egyszerűen kitesszük őket és hagyjuk, hogy a napnyugtával együtt hűljenek le. Ezt a megoldást persze csak azok tudják kivitelezni, akiknek van erkélye, udvara, pincéje vagy tárolója, esetleg egy biztonságos ablakpárkánya, ahonnan nem esnek le a hangyák. Bónusz megoldás lehet, ha egy parkoló autó utasterében vagy csomagtartójában hagyjuk őket lehűlni, de mindegyik esetben figyelnünk kell arra, hogy árnyékba vagy egy biztonságos, zárt dobozba tegyük őket, és számoljunk az üvegház hatással, mert a napnak még ilyenkor is van ereje az üvegen át. A hangyák telelés előtti lehűtését legjobb, ha minél fokozatosabban végezzük. Ezért, ha tehetjük, elnyújthatjuk ezt az időszakot akár hetekig is, ahogy a természetben is bekövetkezik a lehűlés. Ha megtörtént a fokozatos lehűtés, akkor legjobb módszer, ha betesszük őket a hűtőbe 5-8 Celsius fokon. A hűtők stabilan tartják a hőmérsékletet, ezért itt tudjuk biztosítani a legkiegyensúlyozottabb körülményeket a telelés alatt. A termosztátos hűtőket beállíthatjuk a kívánt hőmérsékletre, a régebbi hűtőknél pedig egy hőmérő segítségével kimérhetjük, hogy hány fokos hőmérséklet van benne, és a szabályozója segítségével állíthatjuk be a kívánt hőmérsékletet. Ha a hűtőberakás nem megoldható, akkor alternatív megoldásként teleltethetjük őket egy jól szigetelő dobozban, a kamrában, pincében vagy tárolóban, de számolnunk kell az itteni hőmérséklet ingadozással. Ha túl hideg van, akkor a hangyák megfagyhatnak és elpusztulhatnak. Ha túl meleg van, akkor 10 fok felett nem tudnak eléggé pihenni, illetve élelemre van szükségük, amit ha nem kapnak meg, akkor éhen halnak. A legjobb megoldás tehát a hűtő, ha tehetjük, ebben teleltessük őket. A mediterrán övön élő hangyafajokat sokkal enyhébben kell pihentetni. Nekik elegendő a 15-18 Celsius fokos hőmérséklet november végétől február végéig. Mivel itt nincs olyan nagy hőmérséklet különbség, ezért ezeket a fajokat egyből tehetjük a hűvösebb telelőhelyükre, ahol fokozatosan lehűlnek majd. Itt is kiváló megoldás lehet egy erre a célra beállított hűtő, de a kamra, pince vagy tároló is tökéletes megoldás. A trópusi hangyafajok nem igényelnek téli pihentetést, egész évben aktívak, viszont nekik szükséges biztosítani a meleget a megfelelő fejlődésükhöz. A legtöbb trópusi hangyafaj a 24-26 Celsius fokos hőmérsékletet kedveli, ezt biztosíthatjuk nekik fűtőlappal, fűtőszállal vagy melegítő lámpával. A meleg hatására anyagcseréjük és mozgásuk felgyorsul, több élelemre és vízre lesz szükségük, de gyorsabban is szaporodnak. Egyes fajokat nyáron fűthetünk akár 30 Celsius fokra, de ez csak 1-2 hónapig javasolt, ha húzamosabb ideig túl melegben vannak, azzal túlterhelhetjük és kimeríthetjük a vojt. A trópusi fajok királynőinek elnyújtottabb a petézése, mint a mérsékelt övi fajoknak. Ők nem a nyár folyamán nevelnek óriási mennyiségű utódot, hanem egész évben, fokozatosan, így nem merülnek ki annyira év végére, hogy szükségük legyen a pihenőidőre. Ne ijedjünk meg azonban, ha időnként nekik is leáll a petézésük. Tartsuk őket tovább a megfelelő körülmények között, és kis szünet után újra nevelni fogják utódaikat. Természetesen ezek a kategóriák csak nagyjáboli csoportosításai a világ hangyafajainak.
Vannak fajok, amelyek a teleltetést ezektől eltérő időben igénylik, vagy átmenetet képeznek közöttük. Például a trópusi és mediterrán fajok közötti átmenetet sem pihentetni, sem fűteni nem szükséges. A telelés alatt a hangyák anyagcseréje lelassul, mozgásuk komótossá válik, de ez teljesen természetes. Amint felmelegednek, ismét fürgék és aktívak lesznek majd. Ebben az időszakban nem igényelnek etetést, a szervezetükben raktározott tápanyagtartalékot élik fel. Ennek ellenére adhatunk nekik egy nagyon kevés mézet vagy magokat, ha biztosra akarunk menni, de a rovarokat nem kell adnunk nekik, csak feleslegesen elkoszolnák a kémcsövet. Lehetőleg sötét, nyugodt, rezgésmentes körülmények között teleltessünk. A kisebb bolyokat kémcsőben teleltethetjük, a nagyobb bolyokat formikáriumban. Fontos, hogy elegendő mennyiségű vízük legyen közben, ezért a formikáriumok szivacsait nedvesítsük, és érdemes külső itató csöveket is elhelyezni, amik jóval tovább megtartják a vizet. Kémcsövek esetén nem mindegy, hogyan vannak elhelyezve. Ha nyitott dobozban vannak, akkor szellőznek, így tovább tiszták maradnak, azonban hamarabb kiszáradhatnak. Zárt dobozban nem tudnak szellőzni, így párásabbak maradnak, de a vízük is hamarabb megromlik és a vatta is penészedésnek indulhat. Teleltetés alatt három dologra kell odafigyelni. A megfelelő hőmérsékletre, a stabil vízellátásra és a tisztaságra. A telelés alatt álló bolyokat ezért 2-4 hetente érdemes ellenőrizni, és ha szükséges, akkor vizet kell adni nekik, vagy tiszta kémcsőbe kell költöztetni őket. A hőmérsékletet a telelés közben a hőmérő mellett úgy tudjuk még ellenőrizni, hogy megnézzük, hogyan viselkednek a hangyák. Ha az egész kolónia szorosan összebújik és alig mozdulnak, akkor hideg van nekik. A teleltetés kissé kockázatos művelet, alatta és utána előfordulhat némi elhullás a dolgozók között. Ha ez nem túl nagy számban fordul elő, akkor nem kell aggódnunk, csak vegyük ki az elhullott példányokat, hogy ne koszolják be a kémcsövet. Ügyeljünk azonban rá, hogy biztosan elpusztult példányok legyenek, mert a telelés alatt akár mozdulatlanná is dermedhetnek a hangyák, így könnyebben halottnak tűnhetnek az élő dolgozók is, egészen addig, amíg fel nem melegednek. Ha a dolgozók nagy számban hullanak el a telelés ideje alatt, az arra utal, hogy túl hideg hőmérsékleten teleltetünk, állítsuk tehát lejjebb a hűtő teljesítményét. Bár megfelelő teleltetés alatt nem szükséges etetnünk a bolyokat, időnként mégis elkoszolódhat, bepenészedhet a kémcső. Ahogy a természetben folyamatosan változnak a körülmények, úgy a hangyáknak sem probléma, ha a telelés időszaka évről évre eltér, vagy a hőmérséklet ingadozik a telelés alatt. Ugyanígy az sem probléma, ha telelés közben ki kell vegyük őket a melegbe, hogy tiszta kémcsőbe költözzenek. Amennyire tudjuk, végezzük el ezt a műveletet gyorsan és kíméletesen, hogy minél kevesebb ideig zavarjuk őket. Egyszerűbb dolgunk lesz, mint a szezonban, ugyanis a hangyák le vannak lassulva, és könnyebb őket átborítani a tiszta kémcsőbe. Nem kell aggódni, a hangyák alkalmazkodni fognak a körülményekhez, nem lesz bajuk a költöztetés miatt. Ha gyakran használjuk hűtőnket, a telelés alatt álló bolyokat lesötétíthetjük egy darab ruhával, így a hűtő lámpája sem fogja zavarni őket. A teleltetés alatt előfordulhat, hogy a hőmérsékletváltozás miatt párala csapódás jelenik meg a kémcsövek falán. Ezzel alapvetően nincs különösebb teendőnk, ha a kémcső szája jól szellőzik, akkor hamarosan el fog tűnni, de ha rossz a szellőzés vagy elárasztja őket a víz, az súlyos problémákat okozhat. Ha olyan sok pára lecsapódás jelent meg, amelyben már belefulladhatnak a hangyák, akkor inkább vegyük ki őket és költöztessük át egy másik kémcsőbe. Legrosszabb esetben, ha nem elég tömör a vízzáró vatta a kémcsőben, akkor a víz akár át is törhet és eláraszthatja a hangyákat. Ebben az esetben is minél hamarabb új kémcsőbe kell áttelepíteni a kolóniát. Nyitott kémcsöves vagy formikáriumban történő teleltetés esetén nem kell ettől tartanunk, mert ilyenkor a hangyák még a passzív időszak alatt is ki tudnak menekülni az elárasztott kémcsőből. A teleltetési idő végén fokozatosan melegítsük fel a hangyákat,
hasonlóan, mint korábban a lehűtéskor. Néhány óra alatt ismét aktívak lesznek majd, ekkor adjunk nekik bőséges élelmet. Ezek voltak a legfontosabb tudnivalók a teleltetésről, és most következzen néhány további hasznos információ. Ha nem tudjuk, hogy az adott hangyafajnak milyen telelési igénye van, akkor ki kell derítenünk, hogy élőhelyén mennyire hideg a téli hőmérséklet. Ha az élőhelyre vonatkozólag sincs információnk, akkor könnyen utána nézhetünk az interneten, az antmaps.org weboldalon. Itt válasszuk ki a faj szerinti keresést, és írjuk be az adott faj latin nevét. A weboldal kiadja, hogy mely területeken él a hangyafaj. Ezt összehasonlíthatjuk a korábban már bemutatott éghajlati térképpel, de rá is kereshetünk az adott területen a téli hőmérsékletre, így már is következtethetünk arra, hogy nagyjából milyen hőmérsékleten és milyen időszakban kell teleltetni. Úgy is rájöhetünk a boly telelési időszakára, ha figyeljük a fiasítás állapotát. Ha a bolyban csak lárvákat találunk, petéket és bábokat nem, akkor azok telelő lárvák, és időszerű a kolóniának a pihentetés. Ha mindenféle fiasítást találunk, akkor még nem jött el a telelés ideje, azt ugyanis nem élnék túl a peték és a bábok, csak a telelő lárvák. Ebből tehát megfigyelhetjük, hogy a kolónia készen áll a teleltetésre, és igényli azt, vagy ellenkezőleg újabb generációt szeretne kinevelni. Fontos még megemlítenem, hogy fajon belül is lehetnek különbözőek a telelési igények, attól függően, hogy honnan származik az adott boly. Ha például rákeresünk egy gyakori fajra, akkor láthatjuk, hogy számos területen elterjedt, még különböző kontinenseken is. Ha összehasonlítjuk az élőhelyét az éghajlati térképpel, azt is láthatjuk, hogy sok különböző éghajlaton megtelepedett, ezért különbözőek a telelési igényei. Egy mediterrán területről származó kolónia egészen más teleltetést igényel, mint egy hűvösebb helyről származó kolónia, annak ellenére, hogy ugyanarról a fajról beszélünk. Hasznos lehet tehát tudni, hogy honnan származik az adott boly. Láthatjuk tehát, hogy a hangyafajoknak igen eltérő telelési igényei lehetnek. Mindig körültekintően válasszuk ki a tartani kívánt hangyafajt, nézzünk utána a telelési javaslatának az EnSite faj leírásában, és ez alapján hozzuk meg döntésünket, hogy milyen fajt szeretnénk tartani. Ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk bevállalni a teleltetést, válasszunk olyan fajokat, melyek egész évben aktívak. Ehhez használhatjuk az EnSite.eu-n a hangyák menüpont alatt a bal oldalon található részletes keresőt, melyben többek között azt is be tudjuk állítani, hogy a teleltetés nem igénylő fajokat listázza ki. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha hasznosnak találtad, ne felejts el lájkolni, feliratkozni és csengő ikont beállítani, hogy értesítést kaphass a legújabb tartalmakról. Találkozunk a következő videóban.